Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát, és a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Egy általános kivetés, viszont biztos vagyok abban, hogy valami neked szól, hiszen nincsenek véletlenek. Az sem véletlen, hogy te most pontosan ezt a videót megtekinted. De megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Indiai asztrológiával kiegészítve 10000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a képek. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható a park. Ez a park utal a nyilvánosságra. Vagy összefuttok a nyilvánosságon, sőt az is lehet, hogy ő ezt tervezi, de nem mondja ki, úgy tesz, minthogyha véletlen lenne ez a találkozás. Ez a park jelentheti azt is, hogy felvállal téged a nyilvánosságon, vagy szüksége van az elismerésre. Vagy te kapod meg ezt az elismerést. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt látható ez a kasza. Ez jelentheti azt, hogy valami vagy valaki eltávolodik tőle, lezár bizonyos dolgokat. Vagy azt is jelentheti, hogy átteszi magát a félelmeken. Amit a kasza még jelenthet, hogy lesznek olyan dolgok, ami olyan hirtelen történik, amikor te sem számítasz erre, ő sem, és ő érzi azt, hogy itt lesz most egy nagy meglepetés. A harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni irányodban. Itt látható a lilium virág, és az jelenti azt, hogy ő szeretne veled valamit tisztázni. Amit a lilium még jelent, tiszta gondolatok, tiszta érzelmek, vagy szexuális kapcsolatok. Tehát ezzel a szándékkal közeledik hozzád. A következő kártya mutatja azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható a mozgás. Változnak a dolgok, előre mennek az események. Az is lehet, hogy féltékeny, hiszen ez a lovas férfi utalhat egy más férfire is, de a kasza elvágja majd ezt a kapcsolatot, vagy ő úgy érzi, hogy te zársz le bizonyos kapcsolatokat, vagy elvárja azt tőled, hogy bizonyos kapcsolatokat, például baráti kapcsolatokat lezárj, hiszen a közeledben megjelenhet ez a másik férfi is, és ez zavarja őt, féltékeny. Persze nem biztos, hogy így van, hiszen ez a lovas férfi más dolgokra is utalhat, mégpedig arra, ami mozog, minden, amikor valami mozgásba jön, hogy kettőtök között előre mennek az események, lesznek változások, vagy lesz egy utazás, és ez lehet egy közös nyaralásnak a tervezése is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!